Sziasztok! Mosolygós délelőttöt kívánok mindenkinek. Egy picit új helyszínről jelentkezem, a nappalinak egy másik szegletéből, ugyanis a napocska most bujkál előnünk, és ideültem az ablakba. Hát, ha sikerül ezekkel a versikékkel, mesékkel, történetekkel becsalogatni a szobáinkba, és becsalogatni egy picit a mai napunk folyamába a napsugarakat. Tegnap ütöttük fel először ezt a kötetet, amely vajdasági nemzetek és nemzeti kisebbségek népköltészeti köveit tartalmazza. Tegnap három szlovák népdalt olvastam föl nektek. Most következzék egy ruszin és egy román dalocska. A favágó és kedvese. Nem borul rám többé a zöld erdők árnya, nem vágom a fejszém kemény juharfába. Estében még rám dőlne a juharfa, a kedvesem vesztem miatt búsulna. Vasból való kis szekercém, tompa vagy, csókra való kis galambom, de szép vagy. Vasból való szekercémet élezem, szép kedvesem csókjaira éhezem. Vasból való szekercémet markomba, az én édes kedvesemet karomba. Kis szekercém, árpaföldre röpítlek, szép kedvesem, mindjárt táncra perdítlek. Szép kedvesem. Hely, de szép az én kedvesem, a legnagyobb kincsem nekem. Bár alig ér a vállamig, mégis fölér a szájamig. Ha elindul ő a kútra, virágomat viszi útra. A hajában kerti virág bámulja az egész világ. Átkarolom a derekát, csókolom a tüzes ajkát. Ez a büszke bánáti lány az én édes, kedves babám. Nem hiába választottam ez utóbbi dalocskát, hiszen én magam is bánáti leányzó lennék, aki nem tudná, mert később kapcsolódott be a műsorba, nem néz engem, vagy nem nézi a Rémkuckókat az elejétől kezdve, annak elárulom, hogy én magam is vajdasági leányzó vagyok, szóval okkal szerepel ezekben az összeállításokban ez a gyűjtemény. Ma egy nagyon jeles napra ébredtünk, az egyik legnagyobb, legkiválóbb magyar költőnk éppen ma 111 évvel ezelőtt született, ő nem más, mint Radnóti Miklós, tőle választottam az egyik kedvenc versemet. Bizonyára emlékeztek, és hát nem én vagyok az egyedüli, aki Vörös Sándort is szeretem, és tőle választottam be egy olyan költeményt néhány héttel ezelőtt, melynek volt egy sajátos dallama, egy sajátos lüktetése, úgynevezett időmértékes verselése. Ezt a dallamot, ezt az időmértékes dallamot, az időmértékes verselést nagyon gyakran felfedezhetjük Radnóti Miklós költészetében is, hogy ha megfigyelitek, ennek a versnek is van egy sajátos melódiája, egy sajátos belső ritmusa, lüktetése, és mivel az Apám kakasa parafrázis kötetben bukkantam rá, ezért meg fogjuk hallgatni majd az átiratokat is Lackfi Jánostól és Vörös Istvántól. De következik az eredeti vers. Radnóti Miklós. Éjszaka. Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom. Alszik a pókháló közelében a légy a falon. Csönd van a házban, az éber egér se kapargál. Alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály. Kasban a méh, rózsában a rózsabogár. Alszik a pergő búza szemekben a nyár. Alszik a holdban a láng, hideg érem az égen.
fölkel az ősz, és lopni lopakszik az éjben. Lackfi János, szívszaka. Alszik a szív, és alszik a szívben a szívszerelem. Alszik az ancsa is, ehely pedig én őt úgy szeretem. Lábanyomát is csókolom ott kinn köztereken, lábnyom a járdán, fognyom is alszik a szendvicseken. Alszik a táskájában a nagyszerű lecke füzet, végig csókolnám biz a nagy meg a kis betűket. Alszik a fogkefe, tőle elszájat irigylem elén, alszik a rágó furcsa gumója a polc peremén, alszik a légy, meg a pók, meg a lepke, amit tudom én, mind elaludhat örökre is, ó, mikor ő nem enyém. Vagy legalább Cili, Eszti, Aliszka leállna velem. Tágas a szívem, mind belefér, csupa szívszerelem. Vörös István, láz. Fázik a kő, és fázik a kőben a régi csiga. Fázik a fényháló közelében a képpatika. Fény van a lázban, az éhes egér ki van este. Alszik a sajt, ma egész nap senki se ette. Karban a kéz, de a kézben egy álomegér. Ott van a pergő faldarabokban a tél. Alszik a szádban a láng, hideg érem a gyógyszer. Fölkel az édesanyád, beragyog közelével. És hogy a humort se hagyjuk szunnyadni, mi az életünk savaborsa, választottam két vicces versikét is a Versfüzér című kötetemből. Domonkos István, képzeljétek! Képzeljétek, mi történt velem! Egész éjjel csukva volt a szemem. Úgy aludtam. Képzeljétek, mi történt nálunk! Kiürült a leveses tálunk, ebéd közben. Képzeljétek, micsoda szerencse! Légy repült tegnap a kezemre. Jókora bögöly! Képzeljétek, milyen erős vagyok! Betörtem egy hatalmas ablakot. Kavicssal. Képzeljétek, tavaly mit csináltam. Sötét este megmostam a lábam. Szappannal. Erdei G. Mihály. Ez én vagyok. Új-új. Mozog az új. Ez kéz. Ide néz. Tenyeremből jön a kéz, újtól vállig az egész. Felemelem a kezemet, megfogom a fejemet, ide-oda ingatom. Kézbe fogom, eldobom. Eldobnám, de nem jön le. Nyakam tartja végibe. Szemem nézi, nem látja. Szájam pedig kiáltja. Hol a nyakam? Fogd meg, kéz! Hát, csak ennyi az egész. Nem úgy, nem úgy, nézd meg jobban. Itt a hasam. Itt meg koppan. Hát, itt meg mi dobban? A szív. Lép ki jobban, fussá gyorsan. Most a szíved kalimpál. Ha fut a láb, kalimpál. Állj! Min állsz? A lábamon. Látom, ezt már jól tudod. Kezdjük előről a verset. Címe az, ez én vagyok. És őt hagytam utoljára, a Súlytalan királylány tündérmeséjét. Tegnap kezdtünk bele, ő is egy újonc itt a műsorban, a Szamárfülnek a másik örököse, és említettem, hogy minden nap, tehát minden adásban felolvasok nektek egy fejezetet ebből a tündérmeseregényből. Aki esetleg a tegnapi adást
nem látta, nem maradt le sok mindenről, hiszen csak megismertük a szereplőket. Egy királyságba kalauzolt el minket a szerző, George MacDonald, skót író, ahol megismertünk egy gyermektelen királyi házaspárt, egy türelmetlen királyt, aki irigykedve figyeli a környező királyságok gyarapodó királyi utánpótlását, és egy szomorú úrhölgyet, egy szomorú királyasszonyt, aki szintén vágyik egy gyermekáldásra. És most jön a második fejezet, vajon valóra válik-e az álmuk, a kívánságuk? Szerintem a címből kiderül. Második fejezet. A keresztelő. A király próbált volna türelmes lenni, csak nem volt hozzá tehetsége. Úgyhogy igazán meg sem érdemelte, amikor asszonya végül mégis megajándékozta egy leánnyal, aki szebb volt az összes hercegnőcskénél, aki valaha is felsírt ebben a birodalomban. Hamarosan elérkezett a kislány keresztelőjének a napja. A király tulajdon kezével írta az összes meghívót. Hanem az volt a bökkenő, hogy ő felsége a felséges elméjével valakit kifelejtett. Általában nem olyan nagy baj megfeledkezni valakiről, de nem mindegy, hogy kiről. A vén hercegnő nem kapott meghívót, ami elég furcsán vette ki magát, mert ő felségének a tulajdon nővére volt, és ilyen közeli rokonról igazán nem való megfeledkezni. Csak hát ez a nővére annyira utálatosan viselkedett, hogy édesatjuk még csak meg sem emlékezett róla végrendeletében. Úgyhogy nem csoda, hogy öccse, a mi királyunk, úgy elhanyagolta a nővérét, mintha az nem is létezne. No, de az ágról szakadt rokonok sose hívják fel magukra a figyelmet. A király pedig nem láthatott bele abba a padlásszobába, ahol a nővére tengette az életét. Igaz-e? A rátarti és zsémbes nővér arcára sűrű barázdákat szántott a keserűség és a bosszúvágy. Ha valaha volt király, aki joggal feledkezett meg valakiről, hát a mi királyunknak minden alapja megvolt ahhoz, hogy kiejtse az emlékezetéből a nővérét. Keresztelő ide, vagy oda. Mindehhez tegyük még hozzá, hogy a hercegnő szörnyen rút is volt. Hatalmas homloka szirtként magasodott arca fölé. Ha mérges volt, apró malac szeme kéken villogott. Ha gyűlölt valakit, sárgán zölden szikrázott. Hogy miként festett, ha szeretett valakit, azt én meg nem mondhatom, mert arról még hírből sem hallottam, hogy ő szeretne bárkit is, aki nem ő maga lett volna. Hanem elfeledkezni róla nagy hiba volt, mert okosabb volt hét ördögnél is. Nem csűröm csavarom tovább, boszorka volt bizony. Ha ő valakit elvarázsolt, az ég irgalmazzon annak, mert minden gonosz tündérnél gonoszabb, minden furmányos szellemnél fortélyosabb volt. A sértett tündérek vagy boszorkák együgyű bosszú praktikáira csak legyintett. Egy szó mint száz, várta a meghívást. Mint hiába. Akkor aztán eltökélte magában, hogy hívás nélkül is megy. És úgy megkeseríti rokonai életét, ahogy csak ő hercegnőségétől telik. Felöltötte hát a legszebb köntösét, és elment az öccse palotájába. A király, aki elfelejtette, hogy elfelejtette meghívni, nagy örömmel fogadta, ő pedig beállt a királyi kápolnába tartó menetbe. Amikor a keresztelő medence körül felsorakoztak, ő addig tülekedett, amíg közvetlenül a medence mellé nem került, és bele nem hajított valamit. Majd tisztességtudó arcot vágva nézte végig, ahogy a gyermeket meghintik a vízzel. Hanem abban a pillanatban háromszor sarkon fordult, és a következőket mormogta. Elég hangosan ahhoz, hogy a mellette lévők hallják. Könnyű légy, leányka lelke, pihe könnyű, nyurga teste, ölelő kart ne fárasszon, szülői szív meghasadjon. Mindenki azt hitte, elment az öreg asszony esze, és csak valami ostoba gyerekverset mond fel, ám mégis hideg borzongás futott át az egész gyülekezeten.
csecsemő viszont felkocagott és boldogan gőgicsélt. Miközben a dajkája holtra váltan küszködött a könnyeivel, mert azt hitte megbénult, azért nem érzi a gyerek súlyát. Magához szorította, és egy szót sem szólt. A gonoszság beteljesedett. Folytatása következik holnap délelőtt. A napocska néha-néha ránk mosolygott a felhők mögül, majd visszabújt. Reméljük, hogy ezért mégis bearanyozza a napotokat. Mosolyogjatok sokat, olvassatok sokat. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és holnap a szokott időben 9:30-kor várlak vissza titeket ide, az oldalamra. Sziasztok!